Egy sikeres foglalkoztatás segítő munkaerőpiaci program eredményeiről számoltak be a Baranya megyei kormányhivatalban kedd délután. A foglalkoztatási szövetkezés Baranya felzárkóztatásáért, vagy röviden Baranya Paktum programban nyújtottak segítséget a munkaerőpiacon bajba kerülteknek. A tartós álláskeresőket, illetve az alacsony iskolai végzettségűeket és az 50 év felettieket, tehát a legnagyobb bevonásunk ebből a három célcsoportból volt. A leginkább igényelt támogatás az szokás szerint a bérjellegű támogatás volt, tehát azt igényelték nagyon nagy számban a munkáltatók, illetve nagyon sok vállalkozás indult egyébként a projekt keretében, tehát nagyon sok vállalkozóvállási támogatást is adtunk az álláskeresők részére. A program sikerességét a munkához jutottak száma jelzi. Ebben túlteljesítették az eredetileg vállaltakat. Amit eredetileg terveztünk, azt mindent 100% fölött teljesítettünk. Itt három darab indikátor számunk van, a programba bevontak, az álláshoz jutók és a támogatás lejártát követő 6 hónap alállásban maradóknak a száma, és mindegyiket 100% fölött teljesítettük, úgyhogy ez azt jelenti, hogy több mint 2000 embernek segítettünk abban, hogy visszavezessük őket az elsődleges munkaerőpiacra. Közülük közel 1500-an legalább fél éves időtartamra álláshoz jutottak, illetve közel 900-an tartósan elhelyezkedtek a munkavilágában. A hamarosan záruló Baranya Paktumban 2,6 milliárd forintot használhattak fel a program céljaira.